Ada János képviselőasszonynak adom meg újból képezben a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, hogy Kontrát államtitkár úr ne érezze magát olyan egyedül és elveszetten ebbe a honvédelmi vitába. Engedje meg, hogy megbízhatósági vizsgálat kapcsán a figyelmébe ajánlok önnek egy személyt, akit akár nemzetbiztonsági ellenőrzés alá is lehet nevetni. Maróth Gáspárnak hívják, és ő a magyar kormány fegyvernepere. Tehát én azt gondolom, hogy ő az, aki azokért a dolgokért, amiről most Simon Miklós képviselő megpróbálta fejemre olvasni, felelős. Nem tudom, hogy Törökországból mit vásárolt. Azt tudjuk, hogy egészségügyi eszközöket már bevásárolt korábban. Én javasolnám, hogy például akár megbízhatósági vizsgálat tekintetében, akár nemzetbiztonsági ellenőrzés tekintetében a Maróth Gáspár ellenőrzését ejtsék meg. Köszönöm szépen.